Itt előttem az öt legkedvesebb érmemet hoztam el, és neked szeretném kicsit így bemutatni, hogy melyik micsoda. Az első, amit hoztam, az hát, amit látszik, már elég régi. Ez 2011-es feltpályás serdülő korosztályos OB 60 méteres síkfutás szünetős lány. Azért hoztam el ezt, mert ez volt a legelső országos bajnoki érmem, és még megvan, úgyhogy nem volt könnyű megtalálni, de megvan, úgyhogy ez azért emlékezetes. Utána a következő három, az a három világversenyről szerzett érmem. Ez annyira nem szép, de annál értékesebb számomra, ez a 2015-ös junior EB-n szerzett ezüstérmem, és én mindig ehhez az éremhez kötöm azt, hogy én miért is vagyok most itt, hiszen ez egy akkora motiváció volt nekem, hogy tényleg van keresem a legjobbak között, hogyha lehet, hogyha ott nem nyerek érmet, akkor nem lennék most itt, úgyhogy tényleg ez a kedvencem is, amire a legszívesebben emlékszek. De a 2017-ből van két bronzérmem. Ez azért különleges számomra, de már úgy mentem ki, hogy én érmet szeretnék nyerni, minél fényesebbet. Nálunk nagyon erős mezőny volt akkor Gáton, hiszen második a fejlődő Elvira Herman lett, aki azóta már felnőtt EB-t is nyert, és az aranyérmes pedig Nadine Visser lett, aki kétszeres feltpályás Európa bajnok, olimpiai döntős, úgyhogy tényleg nagyon büszke vagyok arra, hogy bronzérmet sikerült szerezni egy ilyen erős mezőnyben. És rá egy bő hónapra ugyanezekre a lányokra láttam a dobogon, ugyanezzel a sorrendben, és ott is egy bronzérmet sikerült szereznem Taipeiben, az Univerziádén. Az is egy nagyon különleges verseny volt, hiszen az volt az első ilyen multisport eseményem. Valamint, mivel a londoni VB után volt rengeteg sportoló, ott volt atlétikában is, és nagyon színvonalas mezőnyök voltak, és az utolsó érem az pedig egy 2018-as 100 méter gát országos bajnok érem. Ez volt az első 100 gát országos bajnok érmem. Nagyon megküzdöttem érte, hiszen már 2013-ban dobogó közelben voltam ifiként, amikor rontottam a 9. gáton, és nem sikerült megjárnom az OB-t, és utána meg mindig így második lettem, vagy rontottam, vagy sérült voltam. És nagyon büszkék arra, hogy 18 óta mindig én nyertem a 100 gátot, és mindig 13-on belüli eredmény kellett hozzá, úgyhogy tényleg megküzdöttem érte rendesen, mert 12-86 kellett hozzá, és ha jól tudom, az a bajnoki csúcs is, úgyhogy ezért ez egy nagyon kedves érem számomra.